30 éve dolgozik az otthon melegéért a Makón alapított kandallógyártó vállalat. Tóth István vezetésével a cégnél 2-3 évente történt kapacitásbővítés. Ezért is tarthatnak mára itt, mutatott rá beszédében Nagy Mihály, aki a tavalyi év elején vette át a stafétát a vállalat élén. Mint mondta, jelenleg 7 napban 3 műszakban dolgoznak az alkalmazottak, hiszen egyre nagyobb az igény termékeikre világszerte. Míg 2021-ben 35 ezer kandallót gyártottak, addig az idénre már 49 ezer megrendelésük érkezett. Ezért is indokolt a mostani beruházás. Először is egy 5300 négyzetméteres gyártócsarnokot fogunk itt fölépíteni az idei évben. Ennek a munkálatai már elkezdődtek, az alapkövét pedig majd néhány perc múlva el fogjuk helyezni itt a sátornak a sarkában. Az 5300 négyzetméteres csarnokon belül modern, ipar 4.0-nak megfelelő gyártóberendezéseket fogunk elhelyezni. Maga a csarnok az 30 ezer új kandallónak teremt majd gyártási kapacitást, illetve 250 munkahelyet teremt itt Makón. Az ügyvezető hozzátette, hogy a magyar kormány a 3 milliárd forintos projekthez 50%-os támogatást nyújt. Emellett megköszönte a tulajdonosok és a dolgozók munkáját. Ehhez csatlakozott a város polgármestere is, aki hálája mellett kiemelte a cég különleges társadalmi szerepvállalását. Farkas Éva Erzsébet emlékeztetett arra, hogy mind a koronavírus járvány idején, mind most a háború kapcsán kivételes jelenlétet és támogatást nyújt a vállalat. A mostani beruházás, mint fogalmazott, nem csupán befektetés, hanem jövőkép és lehetőség a város számára. Cégeinknél, a nagyobb KFT-inknél óriási fejlesztések, beruházások, milliárdos nagyságrendű kapacitás bővítések indulhattak el, ami nem csak a munkavállalók közösségének növekedését eredményezte, hanem városunk gazdasági növekedését is, ami szinte nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a megtartó ereje hosszú távon ennek a városnak érvényben legyen. György László államtitkár az ünnepségen kihangsúlyozta, hogy a kandallógyártó cég jól döntött, amikor a vészterhes időkben nem hátrált meg, és a rövid távú félelmek helyett a hosszú távú lehetőségek felé vette az irányt. Úgy fogalmazott a Váker, az a vállalkozás, melynek a járvány alatt 250 főről 350-re sikerült növelni a dolgozói létszámát, és emellett a fejlesztést választotta, ezzel is biztosítva talpon maradását. Magyarországon a válság alatt 40%-kal több beruházás valósult meg, mint a térségbeli vetélytársainknál a visegrádi országokban. Ez azért fontos, mert a jelen beruházása az a jövő növekedése. És aki a válság alatt döntött úgy, hogy nem halasztja el a beruházását, az most a világgazdaság újraindulásakor képes a megnövekedett kereslettel szembenézni. Ez történik a Váker esetében is. A tavalyi évben 40%-ot bővült a termelésük. Reméljük, hogy idén is fog tudni 30%-ot bővülni, és hogyha megépül ez a csarnok, akkor meg egy duplázódásról, majdnem duplázódásról, Nagy Mihály szavaival élve 75%-os kapacitásbővülésről beszélhetünk. Tervek szerint az új csarnok épülete az év végére elkészülhet, 2023 évelejére pedig a termelés is elindulhat benne.